Újra erdőközi találkozót tartanak Balázscsán. Rozsnyai Erzsébetet kérdeztük a találkozó részleteiről. Újra immáron sokadik alkalommal erdőközi találkozót szerveznek Balázscsán, erről kérdezzük Rozsnyai Erzsébetet. Köszöntöm Önt! Mit is tudhatunk erről az erdőközi találkozóról, mióta is szervezik ezt meg pontosan? Szervusztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetök és beszélhetök erről az erdőközről. Hát ott voltam gyerek tulajdonképpen. Én 65-ben végeztem el a 8. osztályt, és akkor, amikor az 50 éves találkozónk lett volna, mert én az én osztályomnak az 50 éves vagyis az 5 éves találkozókat megszervezgettem általában mindig, amikor odaért az 5 év, és akkor hát úgy döntöttem, hogy ne csak mink tanálkozzunk, mert mindig arról beszéltünk, hogy vajon a nagyobbak, az idősebbek, a fiatalabbak, vajon mi van velük, ti találkoztál, nem találkoztál. Hát akkor szervezzük már úgy, hogy gyűjjön mindenki oda, aki oda járt iskolába. És akkor, hát akkor most az 2015-ben volt, ugye, ez volt az első találkozónk. Hát nagyon nagy élmény volt, te ki vagy, tehát így köszöngettük egymást, és én akkor elhatároztam, hogy ez így akkora öröm volt az én életemben, hogy ennyire örültek egymásnak a régi gyerekök, hogy én akkor elhatároztam, hogy ameddig csak tudom, ameddig csak lehet, én mindig megszervezem, minden évben, mert hát ugye az én már annyi évesek vagyunk, mink, hogy minden évben megérdemeljük, hogy találkozzunk. És akkor így működik ez, hogy minden évben, most is augusztus 6-ára szeretném, hogyha aki tud, jönne oda. Szeretettel hívok, várok mindenkit, nagyon örömmel szervezem, és hát ugyanúgy, ahogy szokott lenni, ezt ugye tavaly is már megbeszéltük, hogy most már mindig augusztus első szombatján lesz, most ez 6-ára esik, és akkor hát gyűjjenek, aki tud, aki bír, gyűjjön mindenki. Mivel is várják azokat, akik érkeznek? Hát aki már elsőnek megérkezik, az mindig nagy szeretettel várja a többieket. Tehát szeretet, összetartozás az ott nagyon kirajzolódik köztünk. Úgy szokott lenni, hogy hoznak süteményt, van, aki gyümölcsöt hoz, innivalót hoz mindenki magának. Hát tulajdonképpen ebédöt is mindig, valahogy mindig megoldódik az ebéd is, most is meg fog oldódni, a vadásztársaság ebben most nagy segítségünkre lesz. Nagyon nagy szeretettel várja a vadásztársaság is őket. Csáki Anita intézködik, hogy minden rendbe legyen. És misére szeretném invitálni a csapatot, 11 órakor Antal Imre atya tart nekünk misét. Már sokat szorra úgy mondom, mert az egynél több az mások. És már most azt hiszem ez a 3. alkalom lesz. Megebédülünk, aztán beszélgetünk. Hogyha lesz zenénk, akkor zenél, táncolunk, jól érezzük magunkat. Ilyenkor mindig mindenféle régi emlék is följön, és megbeszélnek minden. Igen, mindenféle régi dolog előkerül, itt a verések, a pofonok, a kokszik, a barackok a fejünkön. Mert azért régen a nevelésben benne volt az is, ha a gyerek nem fogadott szót, akkor kapott egy nyaklevest, aztán minden tudta, hogy hogy kell viselkedni. Az ország több területéről is érkeznek ilyenkor ide, gondolom, akik innen már Kistelekről elmentek. Igen. Nagyon örülök neki, mert tényleg az ország több részéről, Zala megyéből is, Pest megyéből, Bács megyéből is jönnek vissza. Ezek a 60-70-es, van, akit az unokája hozzá, van, aki vonatta, busza, tehát megoldódik mindig az utazásuk, megoldják, és hogy azért, hogy ott lehessenek, hogy találkozhassanak. Aki mondjuk például megnézi ezt az anyagot, és szeretne részt venni ezen, aki ott tanult, és még önnel nem vette fel a kapcsolatot, az hol találja meg Önt? Ottan hívjon fő telefonon, majd kiírjátok ugye a telefonomat, 70-es, 701, 44, 26, de majd fölírod. De azt szoktam mondani, hogy bármennyien is elférünk, újvári polgármester úrtól mindig nagyon nagy segítséget kapunk, mert ő hozott nekünk padokat, asztalokat. Kint is le lehet ülni az udvaron,
bent is ki lehet bővíteni, mert bent olyan 60-70 személy nyugodtan leülhet, akár ebédőn is, tehát kényelmesen férünk, de aki éppen kint akar, akkor az kint ül le. De mindig azt szoktam mondani, hogy amikor ide jártunk iskolába, és akinek nem volt elég az uzsonnája, illetve nem is volt uzsonnája, annak is adtunk mindig abból, akinek volt. Most is úgy lesz, azt a keveset, ha éppen úgy adódik, azt a keveset sokfelé fogjuk osztani, hogy mindenkinek jusson belőle most is. Úgyhogy biztos, hogy fog jutni mindenkinek kaja. Innivalót azt szoktam mondani, hogy mindenki gondoskodjon magáról. Ennyi. Süteményt is. Van olyan hölgy, aki egész tepsi rétesöket hoz nekünk, vagy van olyan, aki egész tepsi krémesöket, sósat. Hát egyszerűen mindig, de nem mondjátok, hát itt akartok maradni most már, hogy ennyi kaját összehordotok. Van, aki gyümölcsöt hoz. Kinek mi van? Úgyhogy körülbelül így lesz ez most is. Szegedi gyermekotthonoknak gyűjtött játékokat Bitóné dékán Zsófia. Őt kérdeztük, miért is kezdte az adománygyűjtést, és hogyan is lehet neki segíteni. Szegedi gyermekotthonoknak gyűjtő Bitóné dékán Zsófia, őt kérdezzük erről, hogyan is jött ez az ötlet és a gyűjtések részleteiről. Köszöntelek, hogyan jött ez számodra, hogy gyűjtesz, mi okán is alakult ez ki nálad benned? Először is köszönöm, hogy itt lehetek, és hát igazából ez nagyon hosszú történet, mert ott kezdődött az egész, hogy egy nagy házból egy kisebbe kellett költözni, ami nem volt, nem volt alkalmas arra, hogy tároljam a gyerek cuccokat. Ugye akkor volt 2,5 éves a kisfiam, és rajta voltunk a másodikon, de sajnos nem jött össze. Egy évet próbálkoztunk, másfél évet próbálkoztunk, nem jött össze. Hát mit csináljunk ennyi holmival, főleg, hogy jó gyerekruhák, volt olyan ruha, ami nem is volt rajta, csak átnőtte, és ugye sajnálja az ember kidobni. Hát akkor, mint minden szülő, fölrakjuk az internetre. Hát aztán rájöttem, hogy nekem se türelmem, energiám és se időm nincs arra, hogy én most 100, meg 200, meg 500 forint, oké, árugassak bármit, és akkor kérdezem a páromat, hogy hát akkor mit csináljunk ezekkel? Hát ott volt, hogy 10 doboznyi főhalmozott gyerekruha, és azt mondja, keres egy áruházat, azt ad oda. Hát jó, nem kellett több Google, szegedi gyermekotthon. Kidobta az Agyagos utcait legelőször, és akkor elkezdtem utána olvasni, hogy mik vannak ott, akkor adott volt a telefonszám, fölhívtam őket, hogy egyáltalán fogadnak-e bármiféle jellegű adományt, vagy bármit, hogy nem mindenhova lehet csak úgy bevinni, mint magánszemély, és nagy örömömre hallottam, hogy ú, de jó, már a portás is megörült neki, és olyan jó volt ez a hangvétel, hogy úristen, köszönjük, hogy ránk gondolt, meg blablabla, bla, bla. És akkor gondoltam, hogy ha már én adok, akkor van-e olyan szülő még esetleg, aki, és akkor jött az ötlet, hogy kiírom az egyik közösségi média csoportba, hogy gyűjtést szeretnék szervezni, ettől meg eddig, és hogy mire lenne szükség. Igazából én akkor még nem tudtam nagyon, hogy ott tényleg mi van, csak aztán, mikor húgomnak említettem, két húgom is ápolónő, és mind a kettő azt mondta, hogy ott beteg gyerekök és fölnőttek vannak, mert ugye voltak ott gyakorlaton, amikor tanultak, és akkor hát ez még nagyobb kedve tolja előre az embert, és hát nagy meglepetésemre egy teherautónyi adomány összegyűlt, amit akkor el tudtunk vinni, az mind Kistelekről, Balástjáról, rengeteg játék, rengeteg olyan dolog, amit igazából sajnál az ember kidobni, de tárogatni is áltó helyébe tönkre megy. És olyan örömmel töltöttem, amikor vittem, akkor igazából még nem is sírtam akkor, mikor beléptem, hanem csak mikor eljöttem. Mert ezek az emberek úgymond segítettek kipakolni az autóból, és így szaloncukornak úgy örültek, hogy azt el sem tudom mondani. Szóval, amikor úristen, kapunk szaloncukrot, és akkor ezt hallod, hogy úristen, ez mind a miénk, és úristen, most jön Mikulás, és karácsony, és ennyi dologból lehet válogatni. És akkor még az egyik ápolónéni nagyon aranyos volt, mert volt egy kis zöld manókabát, és
azt hiszem 98-as méret volt talán, és pont volt egy kislány, akinek az volt a mérete, és közölte, hogy imád öltözködni, és ez pont jó lesz neki. És na hát akkor kész, elvágták a mécsest, és akkor dőlt belőlem minden. Úgyhogy nagyon jó helyre ment minden. Hát ennek apropóján nagy örömömre rá 3 hónapra összejött a második gyerkőt. Úgyhogy én ekkor döntöttem el igazából, hogy amíg energiám, időm és anyagilag is úgymond megengedhetem magamnak, addig én ezt a munkásságot folytatni szeretném és segíteni ezeknek az embereknek és gyereköknek. Ha csak egy tábla csokival, akkor egy tábla csokival. Ha csak egy mesekönyvvel, akkor csak azzal, csak örömet tudjak nekik szerezni. Úgyhogy ez így alakult, és ez így jött. Időközben, ahogy a második gyerkőc összejött a kislányom, elkezdtünk adományozni még a szegedi gyengénlátók és vakok intézetének, azt hiszem ez a hivatalos neve. Azt is azóta folyamatosan minden szezonális tavaszi, őszi áruból próbálunk összecsomagolni olyan dolgokat, amire szükségük van. Répát termelünk, akkor répát, ha zellert, akkor zellert, ha burgonyát, akkor burgonyát, és hát ezt is már azóta űzzük, úgyhogy ezt is szeretnénk tovább folytatni. Én úgy vagyok vele, hogy ami nekünk lehet 10 000 forint, nekik lehet nagyobb érték. És remélem, hogy ezzel tudunk segíteni, és remélem, hogy ösztönzőleg hatunk másokra is, és ők is segítenek, hogyha tehetik. Ugye ezt a kis figurát tőlük kaptad, mesélsz erről is egy kicsit? Ezt igazából az első nagy gyűjtésnél kaptam. Akkor készítették ők, már Mikulásra készültek, meg a karácsonyra, és akkor ugye ilyeneket adnak egymásnak. És igazából az egyik ápolónéni szaladt utána velem, hogy ezt fogadjam sok szeretettel, saját kezüleg készítették az ottani lakók. Hát és azóta is ki van rakva, és minden nap látom, és ösztönöz minket arra, hogy ha tudunk, akkor segítsünk. Aki szeretne segíteni neked, és adományokat küldeni innen például a Kisterekre vagy a környékre, hogyan teheti meg, hogy kereshet meg téged ezzel kapcsolatosan? Fenn vagyok a Facebookon, megtalálnak, mint Dékány Zsófia. Ott bármikor elérnek, írhatnak üzenetet, és akkor ha kell, bejövök, vagy ha meghirdetünk, most őszre szeretnék egy nagyobb gyűjtést, ugye Mikulás előtt, oda is már vannak, akik mondták, hogy szeretnének, akkor hogyha lehet adni, vagy akkor találnak meg, nyilván akkor ki lesz írva a telefonszám, de ott is az elérhetőség, mindig a Messenger az a legkönnyebb. Mert ha nem is veszem fel a telefon, de azt később megnézem, és akkor tudok válaszolni, vagy ha nem tudják eljutatni személyesen, most a Balástyai Könyvtár volt segítségemre, mint gyűjtőpont, de nagyon szívesen el tudok érte jönni, hogyha nem tehetik meg, hogy kihozzák, vagy ugyanúgy gyűjtőpontokat keresünk, és akkor oda le tudják adni. Mire van a leginkább szükség, vagy mi az, amit szerinted, ha van, nekik hozzanak? Hát ide inkább, ha van olyan, amit már nem használnak, készségfejlesztő játékok, pici játékok, csörgőkre gondolok, színes dolgokra, ami ugye egy kisbabát fejleszt, mert ők is betegök, őket ott hagyják, úgymond ilyen lemondott gyerekek betegön születnek, és akkor nem viszik haza őket. Úgyhogy ilyenökre van a legnagyobb szükség, inkább ruházatra, természetesen ami nem szakadt, nem foltos, jó használható ruha még, cipő, ágynemű, én azt vettem észre, hogy azt is vittem, és azt is szívesen fogadták, lehet ez gyerekágynemű, vagy fölnőtt ágynemű, hát meg rengeteg játék, készségfejlesztő dolgok, szerintem gyümölcsök, azok is nagy mennyiségben jöhetnének, csokoládé, hogyha olyan van. Vagy ha nem akarják kidobni baba ételek, gondolok a kisüveges, ugye a hónapra beosztott, hogy hány hónapos azokra az ételökre, vagy bármilyen tápszer, pelenka, ide minden jó jön, és jó helyre megy. Színjátszó tábor tartanak Kisteleken. A tábor részleteiről és a közelgő táborok időpontjairól, témáiról kérdeztük Barnáni Juhász Sárát, a Kisteleki Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjét. Színjátszó tábor tartanak itt Kisteleken. Banán Nyúhás Sárát, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjét kérdezzük erről. Köszöntöm Önt! Mit tudhatunk erről a táborról, hogyan is zajlik ez a pár nap, és mivel is készülnek a gyerekek?
Én is üdvözlök mindenkit. Igen, az első táborunkat 2022-ben, június 27-én a színjátszótáborral indítottuk. Ez annyit kell róla tudni, hogy ez egy egész hetes tábor, 4 órás, tehát 8 órára jönnek a gyerekek és délig vannak. Hát igen, a Jánosi tészt adjuk elő. Nagyon rövid a rendelkezésünkre álló idő, ezért muszáj volt egy picit előre készülni. Annyit kell tudni a gyerekekről, hogy egy picit kisebb korosztály jött össze, de számoltunk erre úgy, hogy készültünk. Megismertettük velük a János Vitéznek a rövid történetét, hogy bele tudják magukat helyezni a szerepükbe. Én úgy látom, hogy ez nagyon-nagyon jól sikerült, mert mindenki élvezi a saját kis szerepét. Tehát a szöveg, az arra gondoltunk, hogy minimális legyen, inkább a narrátor szövegre, illetve a zenére alapoztuk a színdarabot. Nem volt célunk az, hogy a gyerekek egész héten szöveget tanuljanak, és szerintem ez így nekik is nagyon jó. Egy kicsit másabb János Vitézzel készülnek itt, egy kicsit modernebb változatba, erről mit tudhatunk? Mindenképpen egy modern János Vitézt szeretünk volna előadni, és tényleg itt a modern zenékre, illetve a narrátor szövegre alapoztunk. Azt gondoltuk, hogy nyár van, és akkor minél vidámabban, minél könnyedebben teljen ez a tábor. Az elején említette, hogy ugye több korosztály is részt vesz ezen a táboron. Voltak-e problémák, vagy simán össze tudtak szokni kicsik, nagyok így az előadásba? Nem, semmi problémát nem jelentett, hál' Istennek. Összekovácsolódott a csapat. Az első 2 nap ugye arról szólt, hogy csapat építő játékokat játszottak, illetve kiosztottuk a szövegeket, és akkor csak beszéltünk róla. Úgyhogy a mai nap az első, amikor egy ilyen nagyobb főpróba, hát nem is főpróba, hanem összeolvasás, illetve próba kezdődött a gyerekeknek, úgyhogy van még mit csiszolni, de szerintem péntekre nagyon jó lesz. Ezen felül még lesznek táborok, azokról mi tudhatunk, milyen témájúak lesznek, pontosan is mikor lesznek. A következő táborunk az július 11-től 15-éig fog tartani. Mi magunk ezt csak úgy a könyvtáros tábornak nevezzük, ugyanis a könyvtár pályázta meg ezt a tábort, és mi a Család és Gyerekjóléti Központ vagyunk a szervezői, illetve a megvalósítói. Itt annyit kell tudni, hogy mivel a könyvtár pályázta, ott voltak ugye pályázati előírások, és tulajdonképpen itt merült fel elsőbb a János Vitéznek az előadása, hogy azt fogjuk megvalósítani, és ezért lett most ez a tábor is erre alapozva. Úgyhogy az lesz, utána július 25-től 29-ig az EFI tábort fogjuk megvalósítani. Erről a két táborról, tehát a könyvtáros táborról, illetve az EFI táborról annyit kell tudni, hogy mind a kettő pályázatos, a könyvtár, illetve az EFI iroda pályázta meg, mi pedig megszervezzük és tulajdonképpen megvalósítjuk ezek a táborokat. Az EFI táborról még annyit, hogy most is az egészség a sport jegyébe fog telni, és ott lesz egy kis biciklizés, lesz egészséges életmód. Biztos, hogy nagyon jól fogunk érezni magunkat. Az egy kicsit kötetlenebb lesz, nem kell ugye a hétvégére készülni, hogy előadás lesz, ott több kézműves foglalkozás is lesz, úgyhogy reméljük, hogy ez is nagyon jó lesz. A 4. tábor, az pedig augusztus 8-ától 12-ig egy nyomozós tábor lesz, oda is vegyes korosztály jelentkezett. Itt annyit kell tudni, hogy ez a tábor is 8-tól 12-ig fog tartani. A pályázatosak azok ugye 8 órások lesznek 8-tól 14-ig, de ez a nyomozós tábor, ez 4 órás lesz. Itt ugye a kollégám, Karcsi, Húza Karcsi kollégám, ő hivatásos katona is, és egy kicsit ilyen játékos módon kiképzés, meg kis katonáskodás lesz az elején, hogy fölkészítsük a gyerekeket a nyomozásra, majd pedig
egy bűntényt kell majd nekik kideríteni, és ebbe a rendőrséget is belevontam, és szeretném, hogyha ők is egy kis ízelítőt adnának az igazi nyomozásról, már beszéltünk, és ilyen új lenyomatok, meg stb. Rendőrautó megnézése, tehát így próbáljuk egy picit izgalmasabbá tenni a nyomozást. A magát a nyomozást azt úgy tervezzük, hogy minden nap egy kicsit csöpögtetünk a gyerekeknek, hogy tovább jussanak a nyomozásba. Persze lesznek fals információk, és ezeket fogjuk koordinálni annak megfelelően, hogy merre tart a csapat, vagy merre tartanak a csapatok, és péntekre fog kiderülni a büntény, amit meg fogunk ünnepelni úgy, hogy szintén a rendőröknek a közreműködésével ilyen nyomozó jelvényeket fognak a rendőrök átadni a gyergőcöknek.